Kocsiba én is beszállok. Szép volt, fiú. Na hát, akkor ma autójára hadd halljuk a zsűri értékelését is. Srácok, ez a rock and roll. Nem azért, mert az egyik zenekarokkal gondolom, de azt gondolom, hogy így kell megtisztelni a színpadot, ilyen kreatív öltözettel, ez sem szólt jól, természetesen is voltak hiányosságok. Az ötödik tag, ez a sampler, stb. Ezen van még mit javítani, ha azt szeretnétek, hogy mi is halljuk, meg azt szeretnétek, hogy ez szolgálja a produkciót. De így kell kinézni a színpadon, így kell mozogni, ez egy frontemberi teljesítmény, kérem szépen, így kell megmozgatni a közönséget. Csak így tovább! Nálam a kivagytok a legjobban. Kedves fiúk, fantasztikus volt. Én két perc után elfelejtettem, hogy itt ülök a zsűri asztalnál, és tompoltam. Olyan energiákat mozgattatok meg, amit ma szerintem senkinek nem sikerült rajtatok kívül, úgyhogy szívből gratulálok, és csak így tovább. Köszönjük szépen, hogy ezzel a lendületes, átütő erejű produkcióval zárhatjuk ezt a napot. Ugye, nemrégiben szóvá tettem azt, hogy ha valami technikai probléma volt az egyik zenekarnál, ez lejött a színpadról. Hát gondolom hallottátok is, hogy volt némi technikai probléma, és ez abszolút nem jött le a színpadról. A másik zenekarnak az érdemét sem akarom lehúzni, csak ugye látványról van szó. Hát köszönjük szépen! Hát persze, mondjam. Sziasztok, srácok! Hogy mondjam? Szóval az van, hogyha lenne ilyen maszkulin százalékmérő, vagy tesztoszteronmérő, valószínűleg a színpadon, akkor ezt így 100%-ban felfuttattátok volna. És akkor ez tulajdonképpen van, akinek elképesztően pozitív élmény, van, akinek rettentően ijesztő élmény, van, akinek meg most még ilyen pillanatban nem tudom eldönteni, hogy melyik, de majd eldöntöm, kb. Van rá 5 perc. Köszönöm. Egyáltalán nem az én világom az, amit csináltok. Tehát, hogy ilyen tekintetben, hogy mondjam, nem is akarok onnan beszélni, ahonnan én ezt szeretem, vagy nem szeretem, hanem onnan akarok beszélni, ahonnan az, amit csináltok, jól látszik, mert mindennek nyilván a maga világába kell, hogy legyen értéke. És ilyen tekintetben ez szerintem egy nagyon erős produkció. Tehát, hogy ez tök menő, jól kitaláltátok azt szerintem, hogy ebben a dologba a Well Hello-t belekeveritek, és a Well Hello egy picit ironizálva a Well Hello műfaját is, és a saját műfajokat is kicsit eltávolítva magatoktól, mégiscsak megcsináljátok a bulit, szóval ez tényleg ez a történet. Ha ilyen óvatos szakmai tanácsot adhatnék, akkor annyi, hogy ha lehetséges, szerintem hagyjátok a fenébe a szemtelt. Tehát olyan jó triózenekar vagytok egy rohadt jó énekessel, mi a fenél kellenének a gépalapok. Szóval elhiszem nektek hármótoknak, lerakjátok, jók a riffek, amikor nincsenek riffek, akkor jók a gitártémák, a basszus folyamatosan hozza, rendesen le van nyolcadolva, nincsen semmi gond, együtt dolgozik a dobbal, a lábdobra fordultok, az ének meg viszi a sót, szóval szerintem én nem azzal tökölődnék, ha egy igazi rockzenekar akarok lenni, hogy elindítok valami halvány szemret magam mögött, hanem úgy is lerakjátok. Szóval ez megvan, úgyhogy szerintem legyen ez, hogy egy valódi triózenekar rakja le az alapot. Úgyhogy nagyon menő, köszönöm. És akkor most megkérem majd a zsűrit is, hogy vonuljon el és hozza meg a mai nap döntéseit.